Véget ért a csaknem fél éves időszak, amikor Kerepesen és Kistarcsán útfelbontásokra, vízhiányra kellett számítani. Hangzott el a szilasmenti ivóvíz minőségjavító önkormányzati társulás sajtótájékoztatóján, amelyet Zsiák Péter, a társulás elnöke nyitott meg. Az eddig történteket Solymosi Sándor, Kistarcsa polgármestere foglalta össze. Jelentős mérföldkőhöz érkeztünk, a beruházás körülbelül 60%-ánál tartunk, de a leglényegesebb az önök szempontjából az, hogy a lakosság számára kellemetlen útbontások és egyéb munkálatok bevégződtek, tehát önöket már nem fogja zavarni ennek a projektnek a munkálatai. Tudatom önökkel, hogy körülbelül 100 helyen volt tolózárcsere, illetve útfelbontás, és ennek a végére érhettünk a mai nappal szerencsére. A későbbiekben pedig a telephelyen a víztisztító berendezésnek a beépítése, majd azt követően próbaüzem, és remélhetőleg valamikor a jövő év tavasza környékén a projekt lezárására kerül sor. Én tisztelettel köszönöm mindenkinek, aki ebben a munkában részt vett, úgy a társulás, az ivóvíz minőségjavító társulás csapatának, elnök úrnak és a benne résztvevő képviselő uraknak, a kerepesi polgármester úrnak, Franka Tibor úrnak, és hát természetesen a effektív, konkrét munkavégzésben élenjáró és a dandár részét végző beruházónak, a Janova 87, jól mondom a Kft. Nevét, és a hozzájuk kapcsolódó vállalkozásoknak, hogy idáig eljuthattunk. Bízunk benne, hogy hamarosan befejeződnek akkor a munkálatok hasonló sikerességgel, mint ahogy a mai napig elértünk. A munka műszaki tartalmáról és a hátralévő feladatokról a konzorcium nevében Tóth Miklós, a Vianova 87 ZRT műszaki igazgatója tájékoztatta a sajtóképviselőit. A beruházásnak három alappillére van, az egyik a vezetéképítés, ezen kívül a második a vízműtelepen lévő fejlesztések, ami egyrészt egy vízműtelepi épületet foglal magába technológiai térrel és ügyféltérrel, valamint a rekonstrukciós feladatok, melynek keretében közel 150 helyen történt tolózár tűzcsere, valamint így összességében 230-240 helyet érintett a két településen ezek a pontszerűnek nevezett beavatkozások. Hogy miért is fontos ez? Ugye a hálózat gyakorlatilag megmaradt, tehát hálózaton vezetékcserére a beruházás keretében nem került sor. Ugyanakkor fontos dolog, hogy ha nem is került sor ezekre a vezetékcserékre, a hálózatot olyan állapotra tudjuk hozni, amik hosszú távon biztosítják a biztonságos és tervszerű üzemeltetésnek a lehetőségét. Azt gondolom, hogy ezekkel a beavatkozásokkal ez megtörtént, hiszen a meglévő és megmaradó elzáró szerelvények állapota állaga is felmérésre került, tehát ezekkel a felmérésekkel, javításokkal plusz az új beépítésekkel a jövőben biztonságosan üzemeltethető hálózatot hoztunk létre, és fontos megemlíteni még, hogy az üzemeltetővel egyeztetett módon, tehát minden egyes hely, minden egyes csomópont kialakítása az üzemeltetővel egyeztetett irányelvek alapján történt, amelyek biztosítják azt, hogy különösebb gond ezekkel nem lesz. Ez a munkarész azért is volt fontos számunkra, hiszen a lakosságot ez az, ami leginkább érinti. Ezért kiemelném a kommunikáció jelentőségét, amiben azt hiszem, hogy nem vizsgázott rosszul sem a kivitelező, sem a társulás, illetve az üzemeltető sem. Azt gondolom, hogy egy-két kisebb problémán kívül jelentős lakossági ellátási zavart ezek a munkák nem okoztak, amiért az ebben kommunikációban résztvevőknek külön köszönetet szeretnék mondani. Gyakorlatilag a továbbiakban, amit tapasztalni, illetve amit látni lehet majd, az a vízműtelep második ütemének az építése, magának az ügyféltérnek, a szociális blokknak. Az első ütem, a technológiai tér, az gyakorlatilag elkészült, és a technológiai berendezések egy része már leszállításra került, illetve a vezetéképítések, a kútaszekötő vezetéképítések befejezése van még előttünk. Remélhetőleg ezeket is belátható időn belül el tudjuk végezni, és egy hasonló sajtótájékoztató keretében tudjuk önöket tájékoztatni arról, hogy ezek is megvalósultak, illetve ezt követően pedig a
próbaüzem megindulhat. Végül a résztvevők a területen is megtekintették a beruházás elkészült, illetve készülőben lévő elemeit.